Lázár János 2014-es miniszterjelölti meghallgatása az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága előtt. A kép bal oldalán Farkas Flórián, a bizottság egyik fideszes tagja. Ez az egyike annak az öt alkalomnak, amikor Farkas Flórián részt vett a bizottságülésén. Pedig a parlament honlapján megtalálható jegyzőkönyvek szerint a testület 2014 nyara óta 65-ször ülésezett. Farkas Flórián az első négy ülésen részt vett, de utána már csak egyszer, 2015 novemberében tette tiszteletét a bizottsági ülésen. Akkor is Lázár Jánost hallgatták meg. Farkas Flórián így a saját fülével hallhatta, amint a miniszterelnökséget vezető miniszter élesen bírálja az országos roma önkormányzat elnökeként elvégzett munkáját. Senki nem akar majd ennek a közösségnek pénzt adni, mert úgy gondolja, pártállástól függetlenül nagyon sok politikus társam, hogy nem bízható rájuk pénz. Farkas Flórián ugyanis épp abban az időszakban vezette az Orőt, amikor a kormány belső vizsgálata szerint is szabálytalanul költöttek el 1,6 milliárd forintot. Emiatt az Európai Unió csalás elleni hivatala is vizsgálódik. Farkas Flóriánt már meg is hallgatták. Ennek ellenére a miniszterelnök sajtófőnöke kérdésünkre megerősítette, továbbra is Farkas Flórián felel miniszterelnöki biztosként a kormány és az Orő közötti együttműködés végrehajtásáért. Ezért a munkájáért havonta 1 millió forint fizetést kap. Hétfő óta viszont nem tagja az Európai Ügyek Bizottságának, helyét egy KDNP-s képviselő vette el. A Fidesz frakció vezetője megerősítette, ő tett javaslatot Farkas Flórián leváltására, mert keveset járt be az ülésekre. Tekintettel arra, hogy nagyon magas azoknak a bizottsági üléseknek a száma, ahol ő csak helyettesítéssel tud jelen lenni, hogy ezen tud-e változtatni. Ő maga azt mondta, hogy ne haragudjunk, de nem, mert annyi rengeteg dolga van a saját munkájával kapcsolatban, hogy ezt nem tudja megcsinálni, akkor mondtam, jó, de akkor teszek egy ilyen javaslatot, mert nem bírja el a bizottság azt, hogy nem tudod a személyesen járni. Az MSZP szerint a kormánynak el kell számoltatni a Farkas Flóriánt. Nem elég az, hogy kiveszik őt az Európai Ügyek Bizottságából, folytassák le a megfelelő vizsgálatokat, és hogyha kell, akkor tegyék át az ügyészségre, és járjon el minden hatóság ezekben az ügyekben, amik Farkas Flórián körül láthatóak. Ne védjék, nem érdemes. Farkas Flórián egyébként nem csak a bizottsági munkáját hanyagolta. Az ebben a ciklusban eltelt több mint két évben egyetlen egyszer sem szólalt fel az országgyűlésben, és nem válaszol az újságírók megkereséseire sem.